nagyon jól érzem magam itt, és szeretem itt lenni. És tudod, nem tudom, annyi, szerintem szívvel dolgozom, hogy valahol kapom vissza ez a szexárdi szíve. De amit érdekes, hogy nekem életben van, hogy mondom, két szerelem. Ez a, vagy passion, hogy mondom angolul passion, ez a szenvedély, vagy valahol úgy magyarul. Egyik ez a családom, és másik ez a kosárlabda. És most itt Szekszárdon annyira érzem ez, hogy ez is családom, ez is. Ez a, egy nem csak kosárlabda, hanem egy kombináció kosárlabda és család. Úgyhogy valahol nem indult könnyű, mert voltak első meccsen, mikor kiabáltak takarít innen, és stb. Voltak olyanok is. És emlékszem, hogy a feleségem kérdezte, mert pont ő volt itt Szekszárdiai, mert első meccs, amit játszottunk, volt Budapesten BAC ellen, de második meccsen itt játszottunk Miskolc ellen, és pont feleségem jött erre a meccsre, és mikor hallotta ezeket, hogy mondom, rossz mondottok, kérdezte engem, hogy miért jött el ide. Egy edzőnek legfontosabb, hogy érzik, hogy elfogadnak, hogy játékosok. Amikor játékosok elfogadnak edzőt, és, mert tudod, minden játékos külön ember, és mindenki szereti valami saját. De ha kezdik hinni ez, amit te szeretsz, ha hisznek, onnantól kezdve kezdik egy kémia, és mikor alakul kémia, ott kezdik alakulni ez, hogy emberek, mindennapi emberek, akik utcában is találkozunk, hogy ki kezdenek szeretni. Én azt éreztem, volt egy meccs Sopron ellen, itt játszottunk első évben, amit ellentől kezdve én vittem. És én emlékszem, fél időben vezettem 21 pont, volt fél üres csarnak, és én szerintem ott meccs alatt kezdtek menni telefonok, tudod, itt csodában. Szexer vezeti egy Euroliga Sopron ellen 21 pont fél időben, és második fél időben teli lett a csarnok. Szerintem jöttek emberek úgy hirtelen megnézni, mi történt, mert mindenkinek közel van a csarnok. És onnantól kezdve kezdett alakulni ez, ott jöttek a következő meccsre, és kezdett alakulni ez, az egész város, akkor mondom, hogy alakult ez a szerelem, akkor mondom. Szeretem borok is, ez is kell mondanom, és úgy valahol összejött minden. Szeretem kosárlabdát, szeretem jó borokot, és mindig viccelek ezzel, hogy igazán ez volt nekem alapcél, hogy ez nem legyen csak szőlő és borvárosok, hanem kosárlabdavárosa is. És nem könnyű dolog, mert borok tényleg nagyon-nagyon jók és híresek, de mi is teszünk mindent, hogy kosárlabdában is legyünk híresek.